Burblik. Kis. Remili. Megtartja még kintelen hátrafelé cselezgetni, de jól oldotta meg. Szabó. Ő meg eladja a labdát. Szolnoki. Befelé tudja passzolni. Urblik visszapattan elé a labda szerencsével. Urblik gólhelyzetben. És vezet a Puskás Akadémia. Nagyon egyedül volt Urblik bent középen. Meg tudta tolni a labdát, át tudta venni a labdát, meg tudta nézni, hogy hova rúgja majd el. És az ő góljával meg is fordítja a meccset a Puskás Akadémia. Hát ez gyorsan ment, ugye a 18. percben vezetett a Paks, és itt a 27. már 2-1 a Puskásnak. A 27. percben megfordította a mérkőzés csapatunk a gólszerző 8-assal, Urblik József. Nagyon, itt némi mázlia volt, de utána senki nem kezdte el szűkíteni előtte a területet, és hát az ő rúgó technikájáról. Ez volt a kulcs egyébként, hogy Szolnoki befelé passzolt, ez egy nagyon okos labda volt, és nem pedig kifelé, és utána 17 méterről okosan Urblik a bal alsóba.